Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket innen a Libertin könyvesboltból. A mai beszélgető társam nem lesz más, mint a Lajos Kutya, megérkezik szerzője, Gáncs Kristóf, aki már nagyon régóta jó barátom, és nagyjából egy éve kezdtünk el azon gondolkodni, hogy mi lenne, ha az ő gyerekkori kutyája egy könyv formájában tovább élne, megszületne, és hát ez megtörtént, úgyhogy szeretnénk, hogyha őt, Kristófot, aki itt ül mellettem, és Lajos Kutyát egy kicsit jobban megismernétek. Kristóf, kezdjük azzal, hogy mi ugye az Ökumenikus Segélyszervezet révén találkoztunk és ismertük meg egymást, és lettünk barátok. Ugye a 13.53, most pont amikor ezt nem láthatják a nézők, de amikor jöttél, akkor a kék kabátban voltál a 13.53-os felirattal, és még viccesen meg is egyeztem, hogy te akkor egy írő reklámtábla vagy, mert hogy gyakorlatilag tényleg télen mindig ebbe jársz mindenhova, aminek praktikus okai is vannak. De ami engem leginkább érdekel ebből, hogy mit jelent számodra a segítség, meg a segíteni akarás? Mert hogy én azt látom, amióta ismerlek, hogy az egész életedek körül forog. A kék kabát az valóban ennek az időszaknak a védjegye, tehát ezt én november közepén felveszem, és akkor egészen december végéig tényleg ebben járok mindenhová. Ennek az az oka, hogy ilyenkor rengeteg interjú van, rengeteg rendezvény van, azt is talán szabad mondani, hogy a jótékonyságnak a szezonja az így karácsony előtt van. Ilyenkor valahogy jobban odafigyelnek az emberek. És ilyenkor lehet leginkább megtapasztalni azt az erőt, ami a közösségben van. Hogyha egész évben ez a fajta összefogás meg tudna valósulni, akkor a világ egy sokkal jobb hely lenne. Egyébként hasonló összefogást tapasztalunk akkor, amikor nagy baj van, mondjuk egy árvíz esetében, vagy amikor a Vörösiszap katasztrófa volt, hogy az emberek összefognak, és a sok kicsi sokra megy, csodája meg tud valósulni. És hogy mit jelent nekem a segítség? Azt jelenti, hogy nekem abban lehet szerepem, hogy ilyen közösséget építsek, hogy egy ilyen az összefogás ereje az így meg tudjon nyilvánulni. Tehát én nem közvetlen vagyok segítő, én nem vagyok szociális munkás. Én egy kommunikációs szakembernek tartom magam, ez az alapvégzettségem, aki a modern kommunikáció eszközeivel azért tud tenni, hogy az emberek jó célok érdekében összefogjanak. És ez meg tud valósulni, és ez egy fantasztikus élmény egyébként ennek a közepében lenni. Tehát te, mint kommunikációs szakember, nagyon sokszor egyébként a televízióban is szerepelsz, nagyon sok interjút adsz, tényleg főleg, ahogy mondod, ez a karácsonyi időszak szól arról, hogy szinte napi szinten láthatunk a televízióban. Mondjuk ez egy érdekes dolog, hogy miért van az, hogy karácsonykor segítenek jobban az emberek, ennek mi az oka, te mit látsz? Szerintem ez kulturálisan így alakult valahogy, így kódolják a generációk egymásba ezt a hagyományt, hogy na, itt a karácsony, akkor vegyük észre, hogy vannak, akik rászorulnak. Én a hivatásom egyik legfontosabb céljának azt tartom, hogy ezen egy picit sikerüljön változtatni. Én amikor Norvégiában éltem, akkor megtapasztaltam azt, hogy milyen az, amikor ez nem így van, mert a szerencsésebb történelmi országokban, mondjuk így, ahol mondjuk vannak akár ilyen 100 meg 100-nál több éves civil szervezetek, és tényleg apáról fiúra szállnak ezek az elkötelezettségek, és az emberek egész életükben mondjuk egy szervezetet támogatnak, és a mindennapjaiknak a része az önkénteskedés meg az adományozás, akkor ott ez meg tud valósulni, hogy egyébként tényleg heti szinten vagy havi szinten részt vesznek. És szinte nem volt olyan barátom nekem kint vagy ismerősöm, akinek ne lett volna egy ilyen szívügye, amit mondjuk úgy rendszeresen támogat. Tehát szerintem nagyon fontos lenne még ezt a lépcsőfokot Magyarországon megugrani. Az már egyértelműen megvan, hogy amikor baj van, akkor tudunk összefogni. Tök jó lenne, hogyha ez a mindennapoknak is kicsit a része lenne. Nem csak Norvégiából ered az, hogy te szeretnél segíteni, meg ezt láttad kint, hanem abból is, hogy te egy lelkész családból származol. Mesélj nekünk kicsit, hogy nőttél fel. Mit jelent az, hogy lelkész családból származol? Milyen volt a gyerekkorod? Hát én így utólag nagyon hálás vagyok azért, hogy nekem ilyen gyerekkorom lehetett. A közösségépítés, mint érték, az talán innen jön leginkább. Tehát egy lelkész, az egy közösségépítő ember, különösen is egy kis faluban, ahol mondjuk van 1-2-3 ezer ember. Én Nagytorcsán nőttem fel, ott mondjuk volt kb. 2500 ember akkor. És ott a lelkész az egy fő influencer, mai szóval mondva. Tehát őre nagyon odafigyelnek. A gyerekeire is egyébként, ez nem mindig jó, mert hogyha én verekedtem az iskolába, az 10 percben mindenki tudta, vagy hogyha bármi probléma volt, akkor az gyorsan körbeért a faluban. Kis közösségi szinten te voltál akkor, ti voltatok a celeb család? Ilyen csúnya szóval élve, ha már az influencert is használtad? Hát a celeb az talán egy picit túlzás, ugye a közösségi média előtti korszakról beszélünk, és ez szerintem nagyon fontos. Tehát akkor, és vicces, mert annyira talán nem olyan öregek, hogy itt nagyon nosztalgiázzunk, de tényleg a 80-as években, meg a 90-es évek elején azért nagyon más világ volt. Tehát én még emlékszem, amikor behozták a vonalas telefont, és először az is a parókián volt, és hozzánk jártak telefonálni az emberek, mint a szomszédokban. De jó. Igen. Szóval hogy a parókia az mindenképpen egy ilyen központi hely egy ilyen faluban,
jönnek oda a nénik, bácsik folyamatosan, nekem ez van meg gyerekkoromból, hogy mint egy ilyen közösségi térben élnél, állandóan jönnek, mennek, esküvő, temetés, keresztelő, kórus, gyerekkórus, bibliaóra, mindenféle. És ugye ebben felnőni, ez egy állandó ilyen pezsgést jelent, egyébként kulturálisan is, tehát nagyon sok komoly zenei program, meg beszélgetés, meg akár ilyen interjúbeszélgetés, nyilván nem ezek között a keretek között, de hogy mondjuk egy érdekes embert meghívtak, és akkor összejött a falu apró nagy, és akkor édesapám mondjuk vezetett egy-egy ilyet. Szóval, tehát mondjuk úgy, hogy a kulturális életnek is egy fontos központja tud lenni egy lelkész család, és ebben felnőve nyilván az ember olyan értékeket hoz magával, túl a keresztény alapértékeken, mint például egyébként az olvasásnak a szeretete, vagy az értékteremtésnek az elkötelezettsége. Nagyapádnak hatalmas könyvtára volt, nem olyan régen meséltél róla, sőt, még kaptam is egy pici ajándékot abból a könyvtárból, tehát, sőt, még írt is, ugye, a nagyapád? Mindkét nagypapám írt, egyikük komoly zenei vonalon volt nagyon elkötelezett, orgonaművész volt, amellett, hogy lelkész, és egész élete Bach körül forgott, és írt is egy könyvet Bachnak az életművéről, illetve a teológiával való összefüggésekről. Ő volt Gáncs Aladár, egyébként épp a mai napon halt meg pár évvel ezelőtt. A másik nagypapám, ő pedig egy teológus professzor volt, ő az, aki néhány éve ment el szintén, és az ő könyvtár az egyedülálló volt, tehát hogy az egyik legnehezebb a halála után éppen az volt, hogy ezzel mit tudunk csinálni. Szerintem ezzel sok család szembesül, csak itt mondjuk egy picit nagyobbak voltak a léptékek, tehát itt minden fal tele volt könyvekkel, és elképesztő a klasszikusoktól a szakirodalmon keresztül mindenféle. Nagyon aktív szellemi életet élt, nagyon sok íróval volt barátságban, eredeti, dedikált példányai voltak sokaktól. És valahogy tőle is én mindig azt láttam, hogy egyrészt, hogy a könyv az nagyon fontos, a másik pedig, hogy a könyv az nem egy szent dísztárgy, hanem egy olyan, ami alá lehet. Ő simán a legnagyobb szerzőknek, akár dedikált példányaiből belejavított, hogyha valamivel nem értett egyet, jegyzeteket készített mellé, szóval nem voltak szent könyvek ilyen értelme, hiszen maga a Biblia is olyan, amiben ő állna jegyzeteket készített, hát akkor a többi könyvnél meg ez végképp így van. És ő is számos könyvet írt, illetve aranytollas újságíró volt, az mindig ki volt rá, egy aranytoll, emlékszem a vitrínbe, több egyetemnek volt a díszdoktora. Szóval valahogy ez az olvasás, írás, ez a családunkban már van, édesapámnak is jelentek meg könyvei, nem is olyan régen a bátyámnak is jelent meg több kisebb könyve, szóval ez azért ott van a mi családunkban. Biztos vagyok benne, hogy a családod, mind a nagyapáid büszkék lennének, meg a családod is büszke, hiszen sokukkal találkoztam is már, és akkor te is az a Gáncs lettél most már, aki büszkekedhet egy könyvvel. Na de mielőtt még részletekbe mennénk a meséket illetően, azért fontos a karakter Lajos kutya, és még mindig a gyerekkorodnál vagyunk, hogy Lajos kutya a te kutyád volt, amikor pici voltál, egy tacskó, bár keverék tacskó, de mesélj róla, hogy milyen volt Lajos kutya, és hogy mit képzeltél el annak idején, amikor megfordult a fejedben, hogy ebből esetleg lehetne mesekönyv, hogy milyen lesz. Ami azt a titkot illeti, hogy Lajos kutya tacskó volt, vagy nem, maradjunk annyiba, hogy falun ezek nem ilyen fontos dolgok. Tehát az, amit ma kutyatartásként látunk itt Budapesten, nálunk is ott nem veszem egy kutya kozmetika, és amikor megyünk reggel óviba, mindig nézem, hogy ott mit művelnek a kutyákkal. De ez egy egészen más világ. Tehát ott a gyerekkorunkban egyik mesémben van is ilyen részlet, hogy a kutyák azok nem láttak vizet, meg fürdetést, tehát akkor találkoztak, hogyha esett az eső maximum a vízzel, de hogy nem volt ez a lakásban tartott kutya történet, hanem ugye ott azért kinéltek a kutyák a kertben, és nekünk aztán hatalmas kertünk volt, tehát a parókjának volt egy hatalmas kertje. Egy kutyánk mindig volt, de volt olyan, hogy kettő is egyébként. És közülük is a legemlékezetesebb volt Lajos kutya, aki az én gyermekkori fő kutyám volt, sokáig volt velem, és egy ilyen elképesztően emlékezetes karakter volt. Az a fajta kutya, aki úgy nagyon közel áll az emberekhez, tehát az emberek társaságát keresi, az embereket követi, szívesen van az emberek társaságában, és aztán ki is vívja azokat az előjogokat, amit egy kutya ki tud vívni, hogy ő aztán mégiscsak bejöhetett a lakásba, ott aludhatott a zongora alatt, bejárt a templomba, bejárt a különböző rendezvényekre, követte édesapámat a temetéseken, esküvőkön, mindenhoz, hogy elfogadták, hogy ő ugye a pap kutyája, és ő mindenhova mehet, és gyakorlatilag egy nyakörve volt, de hogy szerintem is emlékszem, hogy pórázon sétáltatuk volna, úgyhogy mindenhogy ott volt.
Nagyon érdekes, amikor ezeket mondod, meséled, és nekem a mesekönyv is ezért a szívem csücske. Most nyilván én adtam ki, miattuk ki, szóval mi mást mondhatnék, de azért az fontos, hogy mi egy pici könyvműhely vagyunk, tehát azért nem az a cél, hogy mindent is kiadjunk, hanem csak azokat a dolgokat, amiben én személy szerint hiszek. Szóval próbálok azért itt is olvasóként és tök szubjektíven, objektíven beszélni róla, és csak azt akarom ebből kihozni, hogy nekem is annyira gyerekkoromat hozza elő. Mi is egy hatalmas, óriási, udvaros házban nőttünk fel a nagymamámnál, nekem is ott voltunk sokszor, és mindig tacskunk volt. És hogy annyira hiányzik szerintem a mai mesekönyvekből, a mai mesékből ez a vidéki kutya. Hogy tényleg, amit mondasz, hogy nem volt lakásban kutya, nem volt otthoni fürdetett kutya, tényleg a keverék téma, milyen jó, hogy mondod, ez eszembe se jutott 1000 éve, hogy a keverék téma, hát nincs ez kutya. A fajtiszta mánia, meg törzskönyvezés, meg milyen kutya, ilyen bajai vannak a kutyának, hanem egyszerűen voltak a kutyák, és semmi bajuk nem volt. Meg van a tacskó, meg van a farkas kutya. Körülbelül igen, így ezek igen, a kutyák. Igen. A német kutyáknak a tacskó, igen. És azoknak a keverékei igen. Többnyire. Igen. Szóval hogy annyira hozza ezt a vidéki kutya karaktert. De rengeteg érdekes sztorit van Lajos kutyáról, ezek közül van, amiket meg is írtál, szóval azt tudni kell, hogy azért ebben a mesék részben fikciók, részben pedig valóban megtörtént esetek. Uh-huh. Mesélj néhányat. Anélkül, hogy lelőnénk a poént, tehát hogy Lajos kutyát ismerjük meg jobban. Lajos kutya egy nagyon mulatságos kutya volt, és egyébként nagyon közel áll szerintem a mesekönyvnek a célcsoportjához. Tehát mi úgy határoztuk meg, ugye, hogy 3-6, de most már inkább azt mondom, hogy olyan 4-8, tehát hogy így uh-huh. Szerintem attól függ, hogy milyen típusú a gyerek, tehát most az a visszajelzés érkezett tőlem sokaktól, hogy nagyobbak is szívesen olvassák. Minden esetre ez a korosztály, tehát mondjuk ez a nagyobb ovis, kisebb iskolás, ez tipikusan az a korosztály, ami állandóan valami mulatságos történetbe keveredik maga is. És talán ezért értik meg olyan jól a kutyák meg a gyerekek egymást, mert mindenhol ugyanazt tapasztaljuk, ez a nagyon jó szándék, mindig jót akarnak ezek a gyerekek, azért ebben a korban még mert vannak kicsi játszmák, de rossz indulat sosincsen. De mégis valahogy mindig valami galiba lesz a vége, valami, amit összetörünk, valamit, amit lerántunk, valamit, amit másképp csinálunk, mint hogy a szüleink szerették volna. És ezt köszönöm vissza tulajdonképpen Lajos kutyánál is. Tehát egy olyan kutya, aki semmi rosszat nem akar, csak éppen kiszökik a fürdőkádból fürdetés közben, miután tele lett bogáncsal a focizáskor, és akkor megfázik, és akkor be kell vinni. Egy másik mesében egy szúnyogot próbál vadászni, de aztán mindent összetör, pedig hát ő csak jót akar, ő csak a gazdáit akarja megmenteni. Tehát én azt remélem, hogy ezek a mulatságos történetek azért találnak igazán majd közönségre a gyerekekben, mert úgy érzik, hogy valamilyenben ők is benne lehetnének olyan helyzetek, amikben ők is otthon érzik magukat. Illetve maga a környezet, ez a falusi környezet, amiről beszéltünk, ez szerintem egy ilyen nagyon védett világ, amiben úgy jó benne lenni, ugye egy karácsonyhoz közeledve szerintem nagyon szeretjük az ilyen idealizált világokat. Tehát, hogy ugye mi csinálunk karácsonykor, olyan képeslapokat, meg képeket nézegetünk, amiken ilyen hatalmas hó, ami ugye már sosincs szinte, a gyertyák égnek az ablakba, és meg akkor Harry Pottert olvasunk, meg egy varázsvilág. Igen, egy kicsit ilyen varázsvilág. Nekem mindig a Harry Potter a karácsony. És nekem valahogy a gyerekkoromból is ez maradt meg, ez a varázsvilág, ez a nagyon védett világ, ami tényleg egyébként Nattarcsaj Budapest mellett van, tehát nem a világ vége, mégis egy nagyon védett világ volt, nagyon falu volt a szó minden értelmében, különösen is karácsonykor ezt lehetett érezni. Tehát ebben a világban mozog Lajos kutya, egy mesevilágban, ami ugyanakkor meg nagyon valóságos, tehát nincsenek benne fiktív elemek, sárkányok, meg szuperhősök, viszont minden, ami benne van, azzal együtt, hogy nagyon valóságos, mégis nagyon szerethető, és nagyon jó benne lenni. És nekem ez a világ, ez tulajdonképpen a gyerekeimmel jött vissza, tehát hogy az ember ezt a világot, amíg nincs gyereke, azért évtizedekre elfelejti, meg maga mögött hagyja, és amikor újra elkezd a gyerekeivel beszélgetni, mesélni, akkor ez elő tud jönni, és valahogy így született ez a mesekönyv. Nagyon fontos, amit mondtál, egy picit még ezt hangsúlyozzuk ki, hogy azért ma már a mese hősök, azok általában olyanok, hogy alapból beszélnek a gyerekekkel, beszélgetnek, ami lássuk be, az nem a valóság, meg hogy űrbe utaznak, meg a múltba utaznak, és mindent is csinálnak. És hogy Lajos kutya gyakorlatilag olyan, mint amilyen tényleg egy kutya, lehet, hogy extrább zűrökbe keveredik, meg lehet, hogy mulatságosabb történnek vele, mint sok esetben mondjuk egy vidéki tacskóval, de hogy ő nem beszél a gyerekekkel. Tehát ez tudatos volt, hogy olyat szerettél volna, ezt mondjuk el, aki olyan, mint egy átlagos tacskó. Igen, mert ha valaha
látott bárki már gyereket találkozni kutyával, akkor rájön arra, hogy ott semmi másra nincs szükség. Tehát a gyerekek egyszerűen természetes módon alapbeállításként vonzódnak a kutyákhoz, a kutyák meg a gyerekekhez. Tehát szerintem ez egy, ebben kell többet beletenni. Minden gyerek imádja a kutyát. Igen, és ha meg tacskóról van szó, akkor meg különösen így van szerintem. Tehát ha járjuk a várost, és látunk, hogy valaki sétáltat egy tacskót, előbb-utóbb valaki megállítja, és a gyerek oda megy, és simogatja. Tehát van valami szuper kapcsolat, amiben szerintem nem kell többet beletenni, és ha ezt jól tudjuk ábrázolni, és ki tudjuk, vagy fel tudjuk erősíteni azokat a vonásokat, amik egy tacskóban benne vannak, és ami miatt különösen is szerethető, szerintem akkor ez már működik, ez a kémia, ez működik, ez a sztori, ez működik, és nem kell bele pluszba még űrrakétákat, meg nem tudom miket beletenni. És nem is volt célom az, hogy én feltuningoljam ezt a karaktert, mert hogy önmagában is szerintem imádnivaló. Fél mondatban említetted, de nagyon fontos a fejből mesélés. És ugye ez a mese nem csak azért született, vagy nem csak úgy született, hogy neked volt egy kutyád Lajos, meg hogy felnőttél úgy, ahogy, hanem hogy neked van egy kislányod, meg egy kisfiad is, de a kislányodnak kezdtél el esténként mesélni. És valójában ez juttatott el odáig, addig a gondolatig, hogy mi elkezdtünk beszélgetni, hogy mi lenne, ha ebből könyv lenne. Fejből mesélés, meg egyáltalán Miráról, akinek ajánlod a könyvet, és azt hagyd mondjam el, mert ez szerintem aranyos és vicces, hogy ugye azt írod a könyv elején, hogy Mirának, és ugye sokszor bejössz dedikálni, és írod, hogy és most már nektek is, és képzeld, nagyon több olyan eset volt, nem nagyon sok, de több olyan eset volt, hogy vagy több unoka van, és az egyik Mira, és ezért nem tudta elvinni a dedikáltat, vagy pedig nem értették, hogy miért van Mirának dedikálva a könyv. Na mindegy, de hát Mira a lányod, úgyhogy neki ajánlott tulajdonképpen ezt a könyvet, mert hogy azért nagyon fontos szereplője a könyv megszületésének Mira. Hát Mira az én életemnek a főszereplője, különösen esténként, amikor ugye jön a meseidő, mert akkor ő követeli a meséket, és mivel végig kísérte a mesekönyv megszületését, egyszerűen fel sem merült, hogy ne neki ajánljam ezt a könyvet, mert még az utolsó pillanatban is felmerült, hogy egyébként nagyon sokáig örült neki, hogy készül a mesekönyv, aztán volt egy pillanat, hogy ő nem akarja, hogy ezt más gyerekek is olvassák. Tényleg? És akkor már ezt nem is mondtad. Volt egy ilyen pillanat, úgy kicsit akkor úgy lefagytam, mert akkor már szerintem hónapok óta dolgoztunk, és mondom, hát azért milyen apa az, aki a lánya kérésének nem tesz eleget, és itt kiadja a mi kis világunkat. Mert hogy erről szólt ez a sztori kezdettől fogva, hogy a Lajos kutya és a Lajos kutyáról szóló mesék, azok a Mirának meg az édesapjának nekem volt a kis közös világunk, és igen, fejből meséléssel indult el az egész. Egyébként ugye én magam is irodalmárként, magyar szakosként végeztem, és aki foglalkozott irodalommal, az tudja, hogy azért a fejből mesélés és a történeteknek a mesélés, hát az a legősibb dolog, tehát hogy minden innen indul, hogy leültek az emberek, nem tudom, a tűz körül, vagy bárhol, és meséltek történeteket. Tehát az, hogy elalvás előtt fejből meséket vagy történeteket mondunk, ennél szerintem ősibb dolog nem sok van. Na most, amikor az embernek már van gyereke, két lehetősége van, ha már mesél, hogy vagy könyvből mesél, vagy fejből mesél. A könyv az nyilván sokkal kényelmesebbnek tűnik, mert hogy rengeteg gyönyörű mesekönyv van. Tényleg, mióta gyerekeink vannak, hát szerintem a fizetésünknek egy eléggé jelentős részét mesekönyvekre költjük mi is, meg a nagymamák is, tehát hogy úgy maguktól szaporodnak ezek a könyvek, és ellepik a lakást. Miközben biztos, hogy mindenkinek vannak saját történetei is. És hogyha csak egyszer kerül olyan helyzetbe, hogy nincs ott mesekönyv, akkor lehet, hogy érdemes megpróbálni, hogy mi van, hogyha én elmesélem. Mert egyébként oké, nekünk itt volt Lajos kutya, de mi se Lajos kutyával kezdtük egyébként, szerintem a feleségem még egy törpenyúról mesélt először így fejből a Mirának, és azt is nagyon szerette. Aztán valahogy, amikor én átvettem ezt a stafétet, és elkezdtem mesélni, akkor Lajos kutya volt a központi figura. Tehát valahogy ott úgy megakadtunk, hogy Lajos kutya, és minden este kérte újra és újra, és akkor én nekem mesélni kell, és nem lehetett kétszer ugyanazt a mesét, és ez egy nagyon jó kis kreatív műhely lett, hogy nekem minden este ki kell találnom valamit. Sőt, volt olyan, mint ami egy ilyen orgona művészeknél látja az ember ezt az improvizációt, hogy valaki bedob egy dallamot, akkor játsszál valamit. Na, így működtünk mi Mirával, azt mondta, hogy Lajos kutya és a sündisznó, és akkor nekem mesélni kellett. Vagy azt mondta, hogy Lajos kutya elutazik, vagy Lajos kutya strandra megy. Tehát, hogy így mondott egy címet, mert megkérdeztem, Mirám, amiről mesél, és akkor azonnal kellett. És akkor ebben mindig voltak valós elemek, de hát nyilván ki kellett találni mellé újakat, és akkor lett egy ilyen kis storytelling
workshop minden este otthon, hogy akkor Kristóf mesél Mirának, és akkor így alakultak ki a mesék. Aztán egy néhányat elkezdtem diktafonra felmondogatni, amik úgy megtetszettek, vagy úgy éreztem, hogy egy koherens történet, de és akkor érkeztünk arra a pontra, amikor mi beszélgettünk, és te jól megbíztattál, hogy hát ha már születnek ezek a mesék, mi lenne, ha könyv is lenne belőle. És szerintem megérte. Most mit mond Mira egyébként, hogy megszületett a könyv? Most hogy tetszik neki? Meg van még most is Lajos kutya mesélés esténként? Nagyon cuki volt, mert a könyvbemutató, ami ugye ősszel volt, október végén, az volt egy ilyen vízválasztó, tehát addig volt egy kis távolságtartás, ott viszont ő volt a legbüszkébb, hát hogy ő ugye tudta a válaszokat. Megkérdeztük, hogy hívják a kecskét, és akkor ő kiesett a padból, ugye, hogy vazul, vagy hogy hogy hívták a cicet, Bonifác. És nem tudom én, mit csinált Lajos kutya, rögtön tudta, hogy focizott, vagy szóval, hogy ő ott nagyon büszke volt azért. Most azt érzem, hogy már folytatást várnám szíve szerint, már egy picit unta. Tehát azért tudni kell, hogy amikor a könyvet fejlesztettük, akkor én minden este meséltem. És amikor Németh Lucával, a könyv szerkesztővel, mi ugye az utolsó hetekben már pingpongoztunk mondatokon meg szavakon, hogy akkor hogyan lenne még jobb, akkor én mindig írtam Lucának, hogy a ma este is elmeséltem Mirának, és hogy akkor ez most úgy látom, hogy működik. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ezt a könyvet, ezt élő gyereken teszteltük, fejlesztettük, és Mira összes észrevétele és reakciója benne volt abban, hogy hogy alakultak a mesék. Úgyhogy én nagyon, nagyon remélem, hogy ez más gyerekeknél is működik. Nagyon fontosnak tartom kiemelni ezt, hogy ez tényleg élő gyerek tesztelte és olvasta, sokszor végig sem felolvasták neki. Meg amit mondtál, hogy tényleg a Lucával, aki a szerkesztő volt a könyvnek, nagyon sokat dolgoztatok, még az utolsó szavakon is. És én nagyon sokszor láttam itt a boltban szülőkön, hogy panaszkodnak akár, hogy nincs igényesen megírva egy-egy mesekönyv, és szerintem ez nagyon fontos. Elmesélted a gyerekkorodat is, azt, hogy azért nem akármilyen családba születtél, és nem akármilyen előzménye van annak, hogy könyvírás. És hogy nagyon-nagyon igényesen van megírva az a szöveg. Meg én nehéz helyzetben vagyok, mert kiadóként furcsa, hogy a saját lényemben ez hozzám is kötődik most már ez a könyv, és nagyon szeretem. Mi, hogy mondhatnék, nem pozitívat róla, de hogy ez tényleg különösen igényesen van megírva, úgyhogy azoknak a szülőknek, akik mondjuk próbálnak úgy mesekönyvet választani, hogy igényes meséket olvassanak fel, azoknak nagyon ajánljuk. Meg a humor is nagyon fontos szerintem, mert ezt is látom és hallom, hogy a szülőknek azok a mesék tetszenek leginkább, amin tényleg jót tudnak szórakozni, amikor felolvassák a gyerekeknek. Most jön a karácsony, itt vagyunk karácsony előtt. Azt gondolom, hogy pont egy olyan időszak, amikor talán egy picit lenyugszunk, talán picit több idő van a meghittségre, az összebújásra, a kuckózásra, a felolvasásra és adott esetben a fejből mesélésre. Úgyhogy mindenkit arra bátorítunk, hogy ismerkedjen meg Lajos kutya történeteivel, hát ha ez egy picit inspirálja arra, hogy akár a saját gyerekkori történeteit elmesélje a gyerekeinek esténként lefekvés előtt. Kristóf, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm, hogy egy kicsit jobban megismerhettünk téged, túl a 3-5 perces nyilatkozatokon, amiket a televízióban látunk rólad. Én nyilván már jobban ismerlek, de szerintem sokan nem látják ezt az oldaladat. És hát szerintem ebben te benne vagy. Úgyhogy aki szeretne jobban megismerni, az olvassa el Lajos kutya történeteit. Az első már megjelent. Szívajánljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm.